Novák Gellért képviselő úr, a Mi Hazánk képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a Magyar Nemzeti Bank elnökének. Miért részesülnek a három gyermeket felnevelt nők 20%-kal alacsonyabb nyugdíjban, mint a gyermektelen kortársai címmel? Mivel Matolcsy György elnök úr jelen van, akit nagy tisztelettel köszöntök, így személyesen teheti fel a kérdést. Képviselő úr, öné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt jegybank elnök úr, gratulálok az MNB tavaly májusi 144 pontos vitairatához. Bár jobb lett volna már a választási kampányidőszakban szembesíteni a társadalmat Magyarország tragikus gazdasági helyzetével, de nem akarok tehetetlennek tűnni, hiszen így is ön a legbátrabb, a nyilatkozó állami vezető Magyarországon. Hadd emeljem ki 144 pontból a legfájóbbat. A harmadik gyermek után járó családi adóalap kedvezmény havi összege már csak fele annyit ér az átlagbérhez viszonyítva, mint a bevezetésekor. Ezt bizony ki kell mondani, miként azt is, hogy évente 15-20 ezerrel több, azaz nagyságrendileg 110 ezer újszülött kellene a szükséges demográfiai fordulat eléréséhez. Ezt állapította meg az önök jelentése, és ennek érdekében több pontot is javasoltam, és sajnos a kormányzat figyelmét úgy tűnik, hogy mégis elkerülte. Ezért szeretnék különös tekintettel arra rávilágítani, hogy még mindig szegénységi kockázatot jelent nagycsaládosnak lenni, nagyobbat, mint például nyugdíjasnak. Ez az én megállapításom, illetve a Mi Hazánk mozgalomé, viszont önök is megállapították azt, hogy három gyermek felnevelése még a bőkezű hazai családtámogatási rendszerben is jelentős többletköltség, hiszen például három gyermek felnevelése 86 millió forintba kerül átlagosan az önök számításai szerint, míg az állami pénzügyi támogatás csak 54 millió forint a 86 millió forinttal szemben. És ezek után különösen komoly társadalmi igazságtalanság, azt gondolom, az, amit szintén megállapítanak fájóan, de mégiscsak helyesen, hogy a három gyermeket felnevelt nők 20%-kal alacsonyabb induló nyugdíjban részesülnek, mint gyermektelen kortársaik, sőt, a két gyermeket felnevelt nők is 15%-kal kisebb nyugdíjat kapnak. Miért? Meddig tűrhetjük ezt, és hogyan tudjuk a kormányzat figyelmét ráirányítani ezekre az ordító társadalmi igazságtalanságokra? Köszönöm érdemi válaszát. Köszönöm szépen, képviselő úr, és megadom a szót a válaszra Matolcsy György elnök úrnak. Parancsoljon, elnök úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. A Magyar Nemzeti Bank három dokumentummal próbálta és próbálja folyamatosan Magyarország fenntartható felzárkózását segíteni. Az elsőt 2016-ban publikáltuk, versenyképesség és növekedés, 2019-ben publikáltuk a 330 pontos vitairatot, és ahogy képviselő úr helyesen, és köszönöm az elismerést, megemlíti, hogy 2022-ben publikáltuk a 114 pontos javaslatunkat a fenntartható felzárkózás, az egyensúlyi növekedés pályára való visszatérésről. Így van, a fenntartható felzárkózáshoz lényeges, nélkülözhetetlen az egészséges demográfia, minden nemzetközi siker. Azt mondja, hogy minden nemzeti gazdasági siker bővülő népességen, gyarapodó népességen és emelkedő termelékenységen alapszik. Enélkül nincs sikeres gazdasági felzárkózás. Magyarország jól indult el 2010-ben, megindult egy demográfiai fordulat. Ez igen jelentős volt, mert 1,23%-os termékenységi rátáról fölmentünk 2021-re 1,59%-ra. Az út majdnem felét megtettük, de csak a felét tettük meg, és 2016 óta a dinamikánk csökken. Azt gondolom teljesen világos, hogy nem elégedhetünk meg azzal, hogy a demográfiai mélyponton született 88 ezer gyerekhez, hasonlóan múlt évben csak 88 ezer gyermek született meg. Egy új demográfia 2.0 programra van szükség, és ez célozza a vitairatunk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, elnök úr! Egy perces viszonválaszra Novák előtt képviselő urat illeti a szó, parancsolja.
Tisztelt jegybank elnök úr, köszönöm őszinte és konstruktív szavait, gondolatait. A Mi Hazánk Mozgalom is a konstruktív ellenzékiség jegyében kíván rávilágítani az olyan akár kormányzati programokra, elfeledett javaslatokra, amelyek változást hozhatnának, ha úgy tetszik, radikális változást. Ez szorgalmazza egyébként a Mi Hazánk Viradat programja is. Hadd ajánljam ebből figyelmükbe az infláció követő családtámogatásokat, hogy a nyugdíjakhoz hasonlóan legalább hát törvényben garantáljuk, hogy a családtámogatások legyenek infláció követők a kiszámítható és tervezhető jövő érdekében. A lehető legkisebb mértékűre kellene csökkenteni a gyermekneveléshez szükséges cikkek áfáját is, úgy, hogy törvényben garantáljuk az ebből következő árcsökkenést is. Végezetül pedig a főállási szülőség bevezetésé mellett is szeretnék síkra szállni, megfelelő garanciákkal, tehát például iskolai végzettséggel, a korábbi tartós munkaviszonnyal, büntetlen előélettel, hogy garanciáját adjuk annak, hogy aki főállásban szeretne igazán nagy családot alapítani és nevelni tisztességgel, akkor ahhoz megadja az állam a szükséges támogatást, mert az a 28.500 forint, ami most egy főállású szülőnek jár, az rendkívül méltó. Kérem a kormányzatot is, és egy bankelnököt is, hogy ezekre a problémákra továbbra is nyitottságot mutatni szíveskedjen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Egy perces viszonválasz illeti meg Matolcsi György elnök urat is. Parancsoljon, elnök úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő úr. Egyetértek azzal, hogy minden gondolatot ott éve kell tenni az asztalra. Még egyszer, bővülő népesség nélkül nem lesz magyar gazdasági siker, és ha nincs gazdasági siker, nemzeti siker sem lesz. De lehet, mert nagyon sok jó gondolat van, nagyon sok olyan változtatás lehetséges a demográfiai politikánkban, amelyik az előző sikerhez hasonlóan megnöveli a gyermekvárosi kedvet, és bővíti Magyarország népességét. Egyetértek azzal, hogy nem igazságos, és ezért nem fenntartható, hogy a két gyermekes édesanyák nyugdíja 15% alacsonyabb, a három gyermekesek pedig 20% alacsonyabb az átlag nyugdíjnál. Ezt orvosolni kell. Nagyon sok technikai lehetőség van az orvoslásra. A lényeg az, hogy egy új demográfia 2.0-ás kormányzati programra van szükség. Köszönöm szépen! Miénk a jövő? Rád is számítunk! A fiatalok körében már a legnépszerűbb.